Habár az előrejelzések jelentős áresést prognosztizáltak, a hétköznapi mindennapiságban mindez nem ennyire egyértelmű. Én ugyanattól veszem mindig 30-40 éve inkább, és nem nagyon változik az ára, de tökéletes a tojás, házi, és nem szoktam áruházba venni ilyesmit, sem tojás, se húsfélét, sem sonkát. Egy vállalkozó kamerán kívül elmondta, nehezen tudnak lépést tartani a nagyvállalatokkal és multikkal. Ez pedig a keresletükön is meglátszik. Nem tudnak olyan nyomott árakkal dolgozni, hogy csak ezért inkább őket válasszák, mint az olcsóbb lehetőségeket. Észlelte, hogy olcsóbb lett? Igen. Mennyivel vagy hogyan? Hát én most 500 forintért tudtam venni 10 darabot. Az jó? Igen, jó. Hát a tavalyhoz képest igen. Tavaly mennyi volt? Hát majd 1000 forint körül volt, a 90 darabja meg ilyen. Jó, van itt is, ami ilyen maszek, az több. Természetesen a hűség sok mindent képes felülírni, több megkérdezettünk is hosszú évek óta egy azon helyről szerzi be a portékákat, még akkor is, ha az nem olcsóbb. Megmondom őszintén, különösebben nem foglalkozom vele, mert itt veszük állandóan, és önállok nem tudom, hogy olcsóbb lett-e vagy nem, de itt veszük állandóan, és különösebben és pár forint ide, pár forint oda, nem azt nem szoroz. Különféle portálok számításai szerint a tojás átlagára 60 forint körül mozog, a szekszárdi piacon házi és nem házi tojások váltakozásában ez az összeg 80 és 100 forint között van. Ami azért jelentősen több, mint amit a nagyvállalatok polcain függő cetliken láthatunk, ahol 50 forintért is találhatunk már közepes méretűeket.